Köszöntjük nézőinket, ez itt a Kezeket fel, a Sporttelevízió saját gyártású kézilabda magazinja. Mai adásunkban először Veszprémbe látogatunk, ahol összehoztuk a múlt és a jövő tehetségeit, vagyis a kétszeres BL gól király Momir Ilicssel és tanítványával a BL újonc Lukács Péterrel beszélgettünk. Ezután a férfi BL legszebb magyar vonatkozású jeleneteiben gyönyörködhetünk. A Telekom Veszprém Várdar elleni Bajnokok Ligája 8. döntő visszavágója ugyan nem hozott komoly izgalmakat, de egy valaki számára biztos, hogy örökké emlékezetes maradt. Lukács Péter a Veszprém 18 éves utánpótlás kézilabdázója debütált a Bajnokok Ligájában. A fiatal irányító elmesélte nekünk, hogy hogyan élte meg ezt a pár napot, és hogy mennyire volt elégedett az első pár percével a kézilabda elitjében. Amikor megtudtam Gulyás Pétertől, hogy lehetőségem lesz a kispadra leülni, sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Mikor megtudtam, akkor először szó se jutottam, nem is tudtam, hogy mire kell számítsak, mire gondoljak. Nagyon izgultam, arra emlékszem, ideges is voltam egy kicsit, de mindenki csak azt mondta nekem, hogy próbáljam meg élvezni ezt a napot, élvezzem minden pillanatát, és igyekeztem ezt a tanácsot megfogadni. A pályán, mikor beálltam, nagyon jól esett a társaktól az, hogy mindenki egyben mondta, hogy gyerünk Pepe, hajrá Pepe, támogattak és szurkoltak nekem. Volt egy labda eladásom középen, ami meg nem értésen alapult, úgy gondolom. És volt egy szélre leadott labdám, ami pontatlanra sikerült. De a végén sikerült egy pozitívumot is csinálom, aminek nagyon örültem. Mindezt a pálya széléről nézte végig edzője és mentora, Momir Ilics is. A meccs előtt nem mondtam neki sokat, mindössze, hogy maradjon nyugodt, ne stresszelje túl, ez volt a legfontosabb. Az, hogy 18 évesen a Bajnokok Ligájában játszhat, egy fantasztikus dolog. Amikor én voltam ennyi idős, el sem tudtam képzelni, hogy milyen lehet, mert jóval később csak 23-24 éves koromban jutottam el ide. Számára ez egy nagy kihívás, de minden fiatal játékos erre vágyik. A meccs után gratuláltam neki, és azt mondtam, hogy folytassa a munkát, amit elkezdett. Nem is az edzőjeként, inkább egy tapasztalt emberként beszéltem vele. Szeretném neki átadni azt, amit én is megtanultam. Ilics azt is elmondta, hogy mit gondol játékosa első megmozdulásairól. Az első két megmozdulása nem sikerült tökéletesre, de ezzel nincs semmi gond. Fontos megérteni, hogy amikor egy ilyen fiatal játékos beáll egy meccs rövid periódusára, megpróbálja a legjobbját nyújtani, de mindenkinek ott van a fejében, hogy gólt szeretne lőni, mindegyik srác az első BL góljára vágyik. Pepe azonban a csapat agyaként gondolkozott, próbálta irányítani maga körül a világklasszis játékosokat, és ezt az edzője szemével nagyon jó volt látni. Pepe képes gólokat lőni, de megvan a képessége, hogy a csapatért játszon. Mindig azt mondom neki, hogy ő az, akinek irányítani kell az akciókat, neki kell vezetni a csapatot, és ehhez minden meg is van benne, ami kell. Lukács Pepe, mert hogy így szólítják a társai, arról is mesélt nekünk, hogy milyen érzés egy olyan embertől tanulni, akit egész gyerekkorában csodálva figyelt a tévében. Úgy gondolom, Mumu mindenki számára egy igazi példakép lehet. Gyerekkoromban nekem is nagy kedvencem volt. Emlékszem arra a pillanatra, amikor egy Bajnokok Ligája mérkőzésen itt voltam az arénában, és a folyosón csináltunk egy képet. Biztos nem emlékszik erre, de nekem életre szóló élmény volt. És amikor ide kerültem Veszprémbe, és megtudtam, hogy vele fogok dolgozni, ez egy újabb motiváció volt a számomra. Nagyon vártam a közös munkát, de természetesen nagyon izgultam. Nem tudtam, hogy mire számítsak, de Momo Ban azt szeretem a legjobban, hogy ha belépünk a csarnokba, akkor ott a munkáról van szó, és mindenkitől elvárja, hogy a maximumot nyújtsa, és tényleg keményen kell dolgoznunk minden edzésen, minden pillanatban, semmi lazítás nincsen, de viszont ha kilépünk az arénából, akkor mindenkinek a legjobb barátja tud lenni, és hihetetlen energiái vannak, mindenkit tud motiválni minden pillanatban, nagyon segítőkész, és tényleg egy nagyon jó embert ismertem meg a személyében. A mestert megkérdeztük, hogy ide érkezése óta miben fejlődött a legtöbbet Lukács, és mi az, ami még hiányzik a repertoáriából.
him first time, I... Amikor először megláttam, elgondolkodtam, hogy miken kell javítani. Azt láttam, hogy jól passzol, tud gólt lőni, jó energiával közlekedik a pályán. A testfelépítésén viszont javítania kell. Azon a szinten, ahol most játszik, az NB1B-ben elég ez a fizikum, amivel ő rendelkezik. Én azonban nem erre akarom felkészíteni. Azt szeretném, hogy 3-4 év múlva kulcsjátékos legyen egy BL csapatban. Ehhez persze javulnia kell bizonyos taktikai szituációkban is, ezeket mindig próbálom javítgatni. Fiatal játékos, ezzel együtt jár némi csőlátás is a pályán, nem mindig vesz észre olyan szituációkat, amiket észre kell venni. Ezt a kezdetektől fogva javítgatjuk, és látom a fejlődést is. Pepe, ugye neked a helyzeted azért is nagyon érdekes, mert irányító vagy, és a Veszprém felnőtt csapatában játszik 3 világklasszis irányító, ugye Máje Nenadics és Lékai Máté személyében. Hármójuk közül melyikőjük az, aki ez a legközelebbinek érzed a saját játék stílusodat? Mindhárom játékos kiváló játékos. Igazából szeretnék mindenkitől ellesni dolgokat, szeretnék mindenkiből építkezni. Szeretném ellesni a legjobb dolgokat, legjobb cseleket, legjobb lövéseket, és azokból próbálom magamat fejleszteni. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és hogy kihez tartom leginkább a játékomat, ezt nem tudnám megmondani, inkább szeretnék mindegyikükre hasonlítani, és szeretnék olyan lenni, mint ők. He's a little bit different type and Pepe nem hasonlít igazán egyik irányítónkra sem, egy kicsit más típus. Talán a sebességét Lékaihoz tudnám hasonlítani, de nagyon mások, és ez nem is baj. Kell, hogy legyen példaképe, de az nagyon fontos, hogy a saját útját járja, a saját stílusában kézilabdázzon. Az persze nem baj, ha nézi a videókat a klasszis irányítókról, és mindenkitől próbál ellesni egy keveset, de nem akarhat egy valakire hasonlítani. Akár a csapaton belül, de akár teljesen máshonnan a világban, ki az, aki leginkább a példakép kategóriába esik nálad? Igazából kimondott példaképem nincsen. Nagyon sok játékos van, akit szeretek, és úgy gondolom, hogy példaképet úgy lehet a legjobban választani, ha megnézem a játékban való szerepét és játékát, és a személyiségét. Szóval így példaképnek igazából Momót mondanám, mert őt láttam játszani, és tudom, hogy milyen ember. És úgy gondolom, hogy ez a két összetevő kell ahhoz, hogy egy ember ki tudja válaszolni azt, hogy ki a példaképe. Hol látod magad a 10 év múlva? Ezt most nem tudom még megmondani. Az biztos, hogy nagy céljaim vannak, nagy álmaim, és ezekért mindent meg fogok tenni, és kőkeményen fogok dolgozni. Hogy Lukács Péter hol lesz 10 év múlva, azt még a példaképe sem tudta megmondani, de azt igen, hogy mi kell hozzá, hogy a csúcsra jusson. Nem tudom, hogy meddig fog eljutni, és ennek ő az oka. Neki is elmondtam, hogy nagyon sok tehetség szorult belé, ami jó alap. De ha nem dolgozik, nem fejlődik játékosként, akkor nem fog messzire jutni. A tehetség adott, de a csúcsra csak a legkeményebben dolgozók jutnak el. Pepe egy okos srác, aki ezzel mind tisztában van, és megvan benne az akarat, ami kell. Sok idő és rengeteg munka áll még előtte.